No, akkor itt lenne, negyedik fázis kész is van. Igen. Hát ő erősen látszanak a vonalak. Hát néha a Pakisztán kurva nagyokat, szóval majd még lehet javítanom kell, de íme. Itt már látszik a középső rész, nagyjából az megvan. Ez is megvan. Az orr rész az úgy szerintem nagyjából megvan. Még igazítgatni kell egy picit, de kurva por, ez hihetetlen mennyire gyorsan gyűlik. Hát ez így kell lennie, tehát ez nem hiányzik itt semmi, hanem csak majd. Igen. De van velem munka még, de már erősen látszik, hogy milyen széles lesz. Tehát, hogy kiszítom majd. Milyen széles lesz, meg nagyjából ilyesmi, szóval meg tudom nézni, hogy hova tegyem, vagy ilyesmi. Tédulus remélem kiadják officialbe, mert ez a borzalmas nevű teherszállítónak nevezett Tédulus az nem az igazi. Ez jobb lenne, mert meg kell igazítani még. Meg kell igazítani, ne. De erősen látszanak a vonalak, és nagyjából így lesz. Tehát így, ha így mutatom, az gyakorlatilag majdnem a kész állapot. Itt ez a torféleség. Ott meg egy némberi tar. Igen. De most az nem az a lényeg. Hanem ennyi. Már talán meg tudom keresni. Igen, ez volt a 4-es fázis. Itt van a 4-es fázis. Végén szoptam vele, mert azt hittem, hogy elrontottam valamit. Pontosabban azt hittem, hogy elnéztem valamit, és rosszul raktam, közben csak kimaradt egy blokk. Szóval a kinda elbasztam, csak úgy, ahogy mondani akartam. Na, itt lesz az 5. fázis, és akkor itt az 5. fázisban már hangár felérzett maradéka, meg a tíd torony lesz benne. És akkor meg mit tudom, ilyesmi. Ugye meg ez most már kiderült, hogy ez már a eredeti konfiguráció, az a 9. évad előtti. Mert ez itt hajtómű. És a 9. évadban ezt átalakítják hangára. Mert kisebbedik a hajtó, meg a Daedalus által ból megtapasztal dolgok. És akkor így nagyjából. Ja. 6-os fázis meg gyakorlatilag az utolsó, az ilyen pepecsörös, apró munkák, világítás, a oldalsó fészfaszok ez. Ja. Ja, van ennyi. Na, akkor jön az 5-ös fázis. És ennyi. Na, köszöntöm szépen is. Csá, csá.